fél órában két év. Minden Szerbiában csak az enyém jár. Indián. Szervező egy kultúros számára nincs is nagyobb boldogság, mint az, hogy ilyen csodálatos, hatalmas teltházat látok én itt a mi művelődési házunkban. Hát engedjék meg, hogy őszinte tisztelettel és meleg szeretettel köszöntsek minden kedves megjelent vendéget. Hát elérkezett ez a mai nap is, mi nagyon vártuk, és gondolom, hogy önök is, akik eljöttek ide Civakházára, természetesen a helybeli vendégek mellett, és hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket a ma esti jelenlétükkel. Hát engedjék meg, hogy egy kicsit távolabbról kezdjem, hogy hogyan is történt nálunk ennek a mai estének a szervezése. Mint mindannyian itt tetszenek tudni, nagyon sokféle tehetségkutató van már hosszú évek óta, amit a médiákon keresztül tudunk még követni, és meg is van nekünk erről a mindenféle véleményünk, de viszont nagyon sokféle tehetséges fiatalokat, embereket ismerünk meg, és ezek a tehetségkutatók főleg ének területén bukkannak föl, és talán túl sokan is vannak már. Én nagyon sok mindenkivel tartom a kapcsolatot, a munkám olyan, a szakmám, a hivatásom ilyen, és szeretjük is meghívogatni azokat az előadókat, azokat az ifjú tehetségeket, akiket a tehetségkutatóban felfedeznek. De Civakháza életében egy kicsit izgalmasabb volt a Sztár Akadémia a többi tehetségkutatónál, hiszen nagyon büszkék voltunk, és nagyon boldogok voltunk, mert egy helybeli, nagyon kedves fiatalember tudhattunk benn ebben a tehetségkutató versenyben. Egy olyan fiatalember, akit, és engedjék meg, hogy egy kicsit most szubjektív is legyek, akit én egész pici kora óta ismerek, hiszen nagyon sokat szerepelt ő itt a Civakházi színpadon, nagyon sokat láttuk itt a művelődési házban, az iskolában, és nagyon régóta ismerjük őt, kedves családtagjait, szüleit is. És hát el tetszenek képzelni, hogy milyen nagy izgalommal szögeződött le a Civakházi közönség, az emberek. Minden este, ahogy elindult a Sztár Akadémia a televízió képernyői elé, és hát nagyon nagy izgalommal és nagyon nagy összefogással szurkoltunk Kertész Ivánnak, ifjú Kertész Ivánnak. És mint ahogy tetszettek is végigkövetni, hát csodálatos sikert ért el Iván, de ugyanolyan csodálatos sikereket értek el azok a kedves Sztár Akadémiás fiatal tehetségek, akik ma elfogadták ide Civakházára a meghívást. Nagyon nagy izgalommal vártuk ezt a napot, és nekem már nagyon szép napom volt ezen a napon, hiszen délelőtt óta itt voltak közöttünk, úgyhogy én a próbákat is végig élveztem itt munkatársaimmal, és hát előre szeretném leszögezni, hogy egy nagyon-nagyon szép estének fogunk elébe nézni, és ehhez én már szeretnék is nagyon-nagyon jó szórakozást kívánni önöknek. Engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel köszöntsem a település vezetőit, megjelent vezetőit, akik egyben támogatói ennek a mai rendezvénynek.
Nagy szeretettel köszöntöm, és külön nagy szeretettel köszöntöm a fellépő, hát kis sztárjainknak, a hozzátartozóit, szüleit, családtagjait, akik eljöttek, nem sajnálva a fáradtságot, pedig végigküzdöttek több-több hónapot a Sztár Akadémi műsor ideje alatt. De hűségesen kísérik gyermekeiket a különféle fellépésre, és nagyon köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket itt Cibakházán is, és ilyen sokan eltetszettek jönni a hozzátartozókból is. És hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai nap adományozóit is, akik itt megjelentek a mi körünkben, akik sütöttek, főztek ezeknek a kedves fiataloknak. Én kívánok mindenkinek a mai estéhez nagyon-nagyon szép estét. Garantálom, hogy az lesz nagyon-nagyon jó szórakozás. Egy pár technikai információt szeretnék elmondani. Sokan tetszettek értesülni a plakátokról, a Facebook megosztásokból. A koncert kétszer egy órás lesz, közte egy szűk félórás szünet, és addig is érezzék jól magukat, beszélgessenek, levegőzzenek, cigarettázzanak, akik cigarettáznak, de büfést is hívtunk, úgyhogy lehet fogyasztani a büfében, és akkor belefoghatunk majd a második részébe is ennek az estének. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, nagyon-nagyon jó szórakozást, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy megtisztelték Cibakházát jelenlétükkel. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Hát ahogy látom, Teltházban is ennek nagyon-nagyon örülünk. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttek. Hát értesültem, illetőleg értesültünk arról, hogy hát nem csak cibakháziak vannak itt, hanem Szolnokról, Cserkeszőlőből, Tiszaföldváról, sőt még külföldről is érkeztek hozzánk vendégek, úgyhogy mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk. És hát én át is szeretném adni a szót az est házi asszonyának, Kátai Illának. Kívánok, nagyon szuper, köszönöm Ivánnak. Hát nagy megtiszteltetésért. Megvan. Köszönöm, hogy itt vagy. Hát szeretettel köszöntök mindannyiójukat ezen a mai estén. Tényleg nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek.
Hát azzal megtiszteltetésért, hogy én lehetek a konferáló társa a mai estét. Egyébként ő az est házigazdája. Azt mondta, hogy én a háziasszonya vagyok. És akkor hát vágjunk is bele a műsornak. Az első dalt szeretném felkonferálni. Szia! Ennyit mondok. Teljes nevén Szia Kate Isobel Furler, ő egy ausztrál énekesnő zeneszerző. Karrierjét 1990-es években kezdte egy jazzzenekarban. A banda 97-ben feloszlott, ekkor Londonban költözött, és karrierjét ő háttérénekesként folytatta ez a hölgy. 2000-ben már kiadta első két önálló albumát, 5. nagylemezének megjelenése után viszont visszavonult. Ekkor más neves előadóknak írt dalokat, kevesen tudják, de például Rihanna Diamonds című dalának szövegét Szia írta. Leghíresebb dala a Chandelier, ezzel vált világhírűvé 2014-ben. Ma este egy talán kevésbé ismert slágerét hozzuk el önöknek, amelynek refrényéből szeretnék idézni. Nem érdekel, ha hamisan énekelek, magamra találtam a dallamaimban, énekelek a szeretetért, énekelek magamért, kikiáltom, mint egy szabadon bocsátott madár. És egy pár szót szeretnék a hölgyről szólni, aki ezt ma előadja önöknek. Éveleje óta egy már hosszú évek óta működő és sikeres parti zenekarba nyelt felvételt, ahol kiélheti zene iránti szerelmét, és hétről hétre felléphet, emellett egyre több külsős fellépés meghívásai vannak, aminek eleget tehet. Hölgyeim és uraim, kérem fogadják sok szeretettel a Bird Set Fire Free című dalal Bene Barbie! Yeah!
amit láthattuk. És amit egyébként nagyon-nagyon fontos elmondani, és Lilla elfelejtett, hogy a táncban Gorna Gyerika működött közre, aki egyébként amellett, hogy csodaszépen énekel, nagyon szóval a táncban is, hogy a táncban. Akkor haladunk is tovább a műsorral. Ezután az egészen különleges stílusú dal után egy picit másabb területre látogatunk. A most következő énekesnő tulajdonképpen egy egészen új műfajban mutatkozik be. A próbák folyamán számomra is, az énekestársaim számára is egyértelműen kiderült, hogy ez nagyon-nagyon jól áll neki. Egy Nora Noor dallal lép színpadra, hamarosan Fazekas Eszter. A dal címe pedig Forget What I Said. Mielőtt azonban még színpadra szólítanám, megbeszéltük a műsor előtt, hogy mindenkivel egy pár kis személyes információt is megosztunk. Eszter ugyanis magát kizárólagosan az énekesi pályán tudja elképzelni, és ezért egyébként meg is tesz mindent, hiszen nagyon-nagyon komolyan elkezdett énekórákra és zongoraórákra járni. Ezt most be fogja önöknek bizonyítani. A Forget What I Said című dallal fogadják a színpadon nagyon-nagyon sok szeretettel Fazekas Eszter. Borsukkázom, olyan gyönyörű volt ez a dal. Köszönjük szépen, Eszter! Kertész Iván
egy egészen ismert dallal lép színpadra. Josh Groban, egy Grammy-díjra jelölt énekes zeneszerző dalát hozzá el a önöknek. Az amerikai származású Josh számos csodaszép dala közül mégis ez a mai, a You Raise Me Up a legismertebb, amelynek magyar feldolgozásai született a Mit ér egy hang címmel. Bár mondani valóját tekintve teljesen más. Ma este az eredeti verziót fogjuk hallani Ivántól, aki a műsor előtt életében először ezzel a dallal állt ki közönség elé énekelni. Iván jelenleg Bánfalvi Ági színi tanodájában jár, és tölti napjait, ahol amellett, hogy színészetet tanul, szerencsésnek érzi magát, mert egyre több fellépési lehetőségeket kap énekesként is. Fogadják nagy-nagy szeretettel! Raise me up to more than I can.
Az este folyamán szóló és közös produkciók mellett duettek is felcsendülnek. Szerettük volna önöket valami teljesen új műsorral szórakoztatni, ezért úgy döntöttünk, hogy a dalok mellett a duettek és a duett partnerek is vadonatújak lesznek. Első párosunk egy Tina Turner dallal készült, talán a legismertebb slágerével. Hölgyeim és uraim, a színpadon fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel a Proud Mary című dallal Fazekas Esztert és Szőcs Renátát. Yeah.
hétfőn. Folytassuk tovább a műsort. Való Brigi a műsor után egy pillanatra sem ült ölbetett kézzel, azonnal elkezdett dolgozni az első saját dalán. A dalt először egyébként hasonló keretek között egy közös estünkön adta elő, hatalmas sikerrel. Brigi egyébként maga találta ki a dal mondani valóját és stílusát is. Mondani valója szorosan összefügg a Star Academy-ben elért sikereivel. Engedjék meg, hogy dalnak talán egyik legfontosabb sorát idézzem. Arra rájöttem hamar, hogy a siker útja jó rögös talaj, de járni akarom. És a nagy kérdéseken otthon ülve hiába elmélkedem, van más feladatom. A dal szerzője egyébként Csicsák Norbert és Havas Lajos, a dalszöveg írója pedig Lombos Márton. Brigi, ahogy a dala is elmondja, tesz az álmaiért és egyre több fellépésnek tesz eleget, és éppen költözik Budapestre, hogy a fővárosban bontsa ki szárnyait. Hamarosan a második saját dalával debütál. A színpadon Balogh Brigi, Zsonglőrködöm. Előzetesen meg nem hirdetett fellépőt szeretnék bejelenteni, egy meglepetés vendéget,
bár lehet, hogy már páran sejtik, hogy ki lesz az, de hát én nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehet velünk, hiszen másfél órát utazott repülővel külföldről, hogy itt lehet az, hogy itt lehessem. Bocsánat, csak egy picit izgatott vagyok. Úgyhogy hát lehet találgatni, hogy ki lehet az. Hamarosan kiderül, egy duettel szeretném majd a színpadra hívni, ez pedig nem más, mint a Csöm Éve. Fogadják nagyon sok szeretettel. Hát valamilyen szinten nézői szemmel is figyelem a többi énekest, egyébként ez most is így történt, hát a Proud Mary alatt volt egy kis tombolás itt a függönyön túl.
nem tudom, hol tartottam. Üdvöljön túl! Amikor a műsorrendet összeállítottam, megakadt a szemem egy dalon, egész pontosan az előadó és a dal párosításán. Egy rendkívül régi és ismert dalról van szó, így hát nyilvánvalóan ismerős volt számomra. Kátai Lillával sajnos csak egy nagyon-nagyon rövid időnk volt arra, hogy megismerjük egymást, mind szakmailag, mind emberileg, de a műsor után természetesen ezt bepótoltuk, olyannyira, hogy már a második duett fellépésünkön dolgozunk. Mint embert, mint előadót nagyon-nagyon nagyra tartok. Több helyen is hangoztattam, nem is egyedül, hogy túl hamar ért véget számára a verseny, hiszen rengeteg mindent tudott volna megmutatni a nézőknek, de ahogy a mondás is tartja, ami késik, nem múlik. Garantálom, hogy ezt most be fogja pótolni. Lilla, ahogy már a műsor előtt is munkája mellett fellépéseken mutatta meg énekesi tehetségét, annyi különbséggel, hogy azóta még többször tehetett fellépéseket, sőt, csatlakozott egy kórushoz is, amelynek természetesen különösen nagy szeretettel tesz eleget. Most Celine Dion dalát hozta nekünk Kátai Lilla, a dal címe pedig Power of Love. Fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel. In the morning, lovers deep inside, rolling light on the night. As I look in your eyes, I hold on to your.
az ilyen. A most következő páros nem először áll színpadon duettel, hiszen Tiszaföldváron már egy duett fellépéssel is készültek. Ma este egy vadonatúj dalt hoztak el önöknek. A dal eltér stílusban az átlagtól, ettől függetlenül mégis vidám hangulatot tud teremteni, ez biztos így van, mert én már hallottam. A swingről beszélünk, a páros úgy döntött, hogy egy eurovíziós dallal lépnek színpadra. A dal címe Still in Love with You. Az Electro Velvet a 2015-ös bécsi showban versenyzett az Egyesült Királyság színeiben. Still in Love with You. A színpadon Górna Erika és Kertész Iván. Erőteljes váltás következik, hölgyeim és uraim. Egy hasonlóan zseniális előadó dalap következik. A Rocknagyit, Tina Turner-t senkinek nem kell bemutatni. Ma este nem ez volt egyébként az egyetlen Tina Turner produkció. A Star Academy győztese, Szőcs Reni érkezik hamarosan a színpadra, akinek lássuk be, a versenyben ezen oldalát kevésbé láthattuk. De higgyék el, hogy ott van benne. Reni egyébként most csak csatlakozott a csapathoz, tudnélik 6 fővel kezdtünk, ezt csak itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy nagyon örülök, hogy jársz Alsó-Szentgyörgyön, ahonnan én jövök, ott kezdődött el ez az együttes.
de az énekesek és a közönség örömére kiegészültünk. Így Cibok házán már nem 6, hanem 8 énekes szórakoztatja önöket. René életét a műsor megnyerése jelentősen megváltoztatta, boldogan dolgozik első önálló albumán. Folyamatos fellépési lehetőségeket kap, és jelenleg költözik ő is Budapestre. Köszöntsék tehát a színpadon Tina Turner dalával Szőcs René! I need you for my desire.
drámai szünet lesz, ugyanis hát neki döltük a fényt felkapcsolódnak, és hát minden fényárban úszik. Nem, már megvan. Utána is tegyük a szünet után. Akkor addig én versen. Anyám csúkkel azt javasolják. Ugyanis hát elkezdem a kompot, aztán legfeljebb egy picit türelmesek leszünk. A Kabaré, eredeti címén Kabaret, az 1966-ban bemutatott musical, amely Christopher Isherwood, Isten veled Berlin, angolul Goodbye to Berlin című könyve alapján készült. A darabot Magyarországon először az Audrey színpadon mutatták be, 1976-ban. Na most jön! De mi mondjam ki? Lényeg a lényeg, az előadást Cinetár Miklós rendezte, azóta rengeteg vidéki és fővárosi színház repertoáriában szerepel. Most egy pár percre szeretnék önöket, örömtek ide varázsolni a Kabaré musical hangulatát, már ezt a filmnek megengedik. A dalt eredetileg egyébként Liza Minnelli énekli, így bizonyára mindenki sejtheti, hogy a Mine Head című dal következik. Még picit beszéljek ennyire. Erika az utóbbi időben minden nap egy kemény próbával tölti, ugyanis a jövő évben bemutatásra kerülő Pasi című darabban szerepel, ugye Alföldi Robert rendezésében. Emellett idén végez a Premier Művészeti Gimnázium ének szakát, úgyhogy azt mondhatom, hogy ő sem állt el az éneklésre, ő is komolyan folytatja, mind a tanulást, mind pedig az éneklést. Nem? Kipróbálom magamat más műfajokban is, hogy stand-up menjenek. Úgyhogy... És a hang... Gorda gyerek a fog következni. Mai fogok
Thank you.
akit senkinek nem kell bemutatni, gondolom, hogy semmilyen között. Gyakorlatilag nem telik el nap, hogy ne látnánk valamelyik tévéműsorban, hogy hallanánk dalait a rádióban. Az énekesnő 2005 óta van jelen a köztudatban, ami nem véletlen. Most egy a pályafutása elején készült dal következik, ami nem ettől függetlenül, ami ettől függetlenül ugyanúgy átütő, mint az Érj hozzám, a Jel, vagy Dobj egy papírrepülőt. Stílusát tekintve ugyan más, ekkor még a rock korszakát érte. Szörcs Reni is kicsit stílust vált, hogy ide varázsolhassa önöknek Ruzsa Magdi Hip Hop című dalát. Fogadják nagy szeretettel! Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut a dal, amit gyakorlatilag az elmúlt hetekben mindenki tudott.
és természetesen a göndörhajú, férfias kinézetű LP. Az LP egyébként művésznév, amely egész egyszerűen az előadó monogramja, teljes neve Laura Pergolinzi. A 36 éves amerikai énekesnő először világslágereket dolgozott fel, majd megírta első saját dalát, az előbb említett Lost on You-t, amit mára gyakorlatilag mindenki ismer. A dalszövegből szeretnék egy részletet idézni, amit egyébként állítólag egy nőnek írt. Szeretném látni a magyarázatot, megérteni a fárasztó elvárásokat a te elmédben. Tarts meg, mintha soha nem vesztetted volna el a türelmed, mondd azt, hogy nagyobb volt a szerelmed a gyűlöletnél, mindörökké. És hogy még mindig az enyém vagy. Aki nem ismeri a dalt, annak garantáljuk, hogy a fülében marad a dallam. Aki ismeri, figyeljen jól, mert ma este egy teljesen más megvilágításban és egy más előadásban láthatja és hallhatja. LP Lost on You című dalával tehát jön Bene Balbi. Fogadják sok sikert!
fantasztikus volt ez a dal. A most következendő énekesnő egy TV2-es tehetségkutatójában tűnt fel, és máig aktívan tevékenykedik. A Vajdaságból származó hölgy a Sugárlóf együttesben kezdte pályafutását. 2014-ben az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatóján a Dal című műsorban indult egy dallal, amelynek címe Ég veled. A dal máig nagyon sikeres és népszerű. Ma este Baló Brigi előadásában hallhatjuk Dér Heni dalát. Fogadják sok szeretettel! Eurovíziós dalfesztiválon hangzott el.
ma este Bene Barbi és Kertész Iván előadásában hallhatják. Hallhatják sok szeretettel! És Horváth Péter Feeling mese, Feeling musicalje. A darab egy álomvilágban játszódik valódi és képzelet szereplőkkel. A musical legismertebb dala, amelyet egyébként legtöbbször Kaszás Attilával vonnak össze, a Fél év távolság. Millió feldolgozás született belőle, tehetségkutató műsorokban is előszeretettel éneklik, ám a lényeg mindig ugyanaz. Rendkívül mély és sokat mondó szöveg és dallam. Ma este egy egészen egyedi tárolásban láthatják és hallhatják a dalt, Kátai Linda előadásában. Fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel.
ezután a csodaszép dal után egy picit átnevezünk más vizekre. Beyoncé-t szinte mindenki ismeri, így hát nem kell bemutatnom. Azt viszont kevesen tudják, hogy elképesztő énekesi képességein kívül dalszerző, producer, modell, táncos és még színésznő is. Az amerikai énekesnőnek minden stílusban született dala, a nagyívülektől kezdve egészen a tombolós őrületekig. Karrierjéről és munkásságáról órákon át tudnánk beszélni, az idő szűke miatt az most elmaradt. Most egy lüktető, ritmusos dalt hozott el nekünk, Fazekas Eszter, akinek hangjához meglepően jól passzol. A dalnak egyébként a szövege is egészen határozott, engedjük meg, hogy most ebből is egy picit idézzek. A pisztolyával, magasan tartva a fejét, azt mondta, ne sírjak. Az apám azt mondta, lőj, az apám azt mondta, lőj. A jobb kezében a puskájával a Bibliára esküdött, apám azt mondta, lőj, ó, apám azt mondta, lőj. A színpadon a Daddy Lessons című dallal Fazekas Eszter, fogadják őt is nagyon szeretettel. Oh,
Szokatlan párosítás lesz. Két csodálatos hang és két csodálatos előadó, ám először állnak együtt színpadra, így biztosan az újdonság erejével fog hatni. Hát magasra tették a mércét, ugyanis egy Mariah Carey, Whitney Houston duettet választotta. Viszont ebben biztosan ki tudják adni, ami bennük van. Ha a dal mondani valóját röviden össze kellene foglalni, a remény jutna először eszembe. Illetve hinni a csodákban. Lehet, hogy közhely, és a dalokban gyakran játszanak, és a dalokban gyakran játszik fontos szerepet ez a téma, de ha egy picit mögé látunk, tényleg segíthet. Fogadják nagyon-nagyon nagy szeretettel a színpadon Balogh Brigitt és Kátai Lillát. Yeah.
elveszett a mikrofon, de meg lett. Gorna Gyerika egy kis musical betekintés után egy teljesen más zenei világba kalauzolja önöket. A színházon kívül nagyon közel áll hozzá a jazz műfaja is. Sam Brown, 52 éves londoni jazz énekesnő dalát választotta, a Stop című dalt. Az énekes több mint 30 éve a zenei pályán van, ami sikerességét alátámasztja. Egészen érthető okból hamarosan meghallják. A Stop lett a legismertebb dala, amelyet Gorna Gyerika hozott el önöknek. Fogadják nagy-nagy szeretettel. Gorna Gyerikát! Ugyanis a meglepetés vendégünket szeretném felkonferálni, aki hétfőn este érkezett Magyarországra, és hát gyakorlatilag egész héten a duettünkön készültünk. Ez nem olyan régen derült ki, ő ragaszkodott kifejezetten hozzá, hogy egy duettet énekeljünk el. Ezen kívül egy nagyon-nagyon-nagyon kedves barátom, hát a Star Academy kapcsán talán ő az egyik, akivel a legszorosabbra fordult a kapcsolatunk, bár az mindenkire lesz természetesen. Most egy szólódalt is el fog énekelni önöknek, nektek. Egy Birdy dalt fog énekelni nekünk, imádom egyébként, nekem egy személyes kedvencem a dal. Fogadják szeretettel a Skinny Love című dallal Streifeld Hannát. Here, on my mind.
all of my staring at the sink of blood and crushed in beer. I tell my love to drink it all, cut out all the ropes and let me fall. This moment, the sword is tall. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And in the morning I'll be with you, but it will be a different kind. And we'll be holding all the tickets, and you'll be owning all the fights. And I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. And now all alone was wasted, but then who the hell was I? And now I'm breaking down the bridges, and at the end of all your lines. Köszönjük ezt a gyönyörű, szívet melengető dalt, de kiszalad gyorsan. Köszönjük neki, gyönyörű volt ez a dal. A most következő dal a Budapesti Operett Színház nagy sikerű musicalének, a Mozart című musicalnek az egyik betétdala. Ma este Kertész Ivánunk fogja önöknek elénekelni az ő fantasztikus egyedi hangszínén, és itt szeretném megjegyezni a személyes megjegyzésemet önöknek, hogy amit én nagyon-nagyon szeretek hallani az ő egyedi hangszínén. Fogadják őt szeretettel, Kertész Iván! Mert a föld most az én zenémre vár.
szépen elégni.
Gorna Gyerika. Szeretnék megköszönni ennek a nagyon tehetséges fiatal csapatnak ezt a ma esti koncertet. Nagyon-nagyon szép estét szereztetek nekünk, nekem egy szép napot, mert délelőttől találkoztam veletek, és hát további nagyon-nagyon sok sikert szeretnék nektek kívánni, és maradjatok ilyen helyesek, ilyen kedvesek, ilyen alázatosak, és énekeljetek ilyen gyönyörűen, hogy meg tudjatok bennünket gyönyörködtetni még nagyon-nagyon sokszor, és hát kérem önöket, hogy kísérjék figyelemmel ezt a nagyon helyes fiatal csapatot. Cibakházán többször fogják majd őket látni. Május 1-én Ivánt, augusztus 20-án így együtt a csapatot, majd a falunapkor, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon szeretlek benneteket. Ivánka, I love you! Amiben Cibakházi, Jóci, segíts már, légy szíves, Janónak, köszi, kis ajándékok vannak, ilyen Cibakházi szuvenír, hogy emlékezzetek meg rólunk, de hát találkozni fogunk még úgy, hogy fogadjátok nagy-nagy szeretettel ezeket a kis emlékeket. Nem nagy dolgok, de a mi számunkra értékek, és hát a ti szívesen forgatjátok majd ezt, és emlékezzetek meg arról, hogy
itt voltatok ezen a mai estén, de mi fogjuk leginkább emlékezni erre az estére, mert nagyon nagyszerű emberek vagytok, és hát a tiétek a jövő, úgyhogy gratulálok még egyszer nagy alázattal. Nagyon szépen köszönjük a mai estét. És nagyon szépen köszönöm a közönségnek, mert nagyon jó közönségünk volt, és a szülők nagyon büszkék lehetnek. Gratulálok, hogy ilyen nagyszerű gyermekeitek vannak. Úgyhogy nagyon-nagyon sok sikert és kitartást kívánok a szülők részéről is. Köszönjük a nagyon szép estét.